9 játékos számára a búcsút jelentette a Kisvárda utolsó bajnoki mérkőzése. A bennmaradás kiharcoló csapatból távozott a román Madalina Puskás, a szerb Krisztina Liscevic, a litván Maria Gedroit, a szlovák Júlia Kucserova, a norvég Hanna Ittereng, valamint Scholz Andrea, Lévai Zsófia, Héjas Tímea és Tóth Gabriella. Utóbbi játékos hosszabb sérülését követően a tavaszi szezonra érkezett Kisvárdára, ahol a csapat meghatározó játékosává vált. Szépen fogok visszaemlékezni erre a 3 hónapra, amit itt töltöttem. Nagyon, nagyon sokat kaptam Kisvárdától, hiszen ugye nem kaptam elég játék lehetőséget Győrbe, és itt azért egy jó 60 perces játékos voltam. Úgyhogy én boldogan fogok visszaemlékezni erre a 3 hónapra. Tóth Gabriellához hasonlóan Győrből, és szintén a tavaszi szezonra érkezett Orbán Adrien, akinek kulcs szerepe volt a bennmaradás kiharcolásában. A célunkat elértük, ugye azzal a céllal érkeztünk ide, hogy bennmaradjunk, és hát ez sikerült is. Igaz, hogy ugye a legvégére hagytuk ezt a dolgot, pedig előbb is eldönthettük volna, de ez az egész szezonra jellemző volt, hogy azért itt voltak nehézségek, de úgy gondolom, hogy azért így az érkezésünkkel is nagy lendületet adtunk a csapatnak, én úgy gondolom, és a végére már elég jó formában lett a csapat, és ráéreztünk egymásra, egymás játékára. Orbán Adrien maradt Kisvárdán, a válogatottal már a szlovákok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő jobbszélső 1+1 évre kötelezte el magát a klub mellett. Amikor ide érkeztem, akkor úgy voltam vele, hogy megnézem azért, hogy érzem magamat, de minden szuper volt, nagyon jól érzem magam, és úgy gondoltam, hogy a jövőben még itt komoly célokat is elérhetünk. Jövőre is hallom, hogy jó csapat épül, úgyhogy szerintem ott már nagyobb célok is lesznek, és remélem én is nagyban hozzá tudok segíteni így a csapatnak a játékához és a sikerekhez. A távozók helyére kiszemelt kézilabdázókkal még tárgyal a klub vezetősége. Az már biztos, hogy a július 17-én kezdődő felkészülésnek Mátéfi Eszter és Dévényi János irányításával vág neki a csapat. Az utolsó bajnoki meccs után elkezdődött a városi tornacsarnok felújítása, a tervek szerint a szeptemberi bajnoki rajta befejeződnek a munkálatok.